Hogyan történik Magyarországon egy gyógyszeripari termék forgalomba helyezése? Milyen biztonsági előírásoknak kell megfelelni? Ellenőrizhető-e például egy vakcina gyártási helye és a szer pontos összetevői? Milyen felügyeletre számíthatunk a jelenleg tárgyalás alatt álló WHO egyezmény keretében? Erről számol be most következő vendégem, és hát szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a helyzet bizony nem valami rózsás, ugyanis Európa szerte egyre nagyobb az ellenállás a gyógyszeripar haszonleső és korrupt tevékenységével szemben, miközben Magyarországon még mindig összeesküvés elméletnek számít a WHO és a gyógyszerlobbi közötti szoros érdekkapcsolat említése is. Pedig épp hogy leállították az AstraZeneca gyártását, mert hát egy akkora csodaszer volt, hogy pereg zuhatagát kapták a nyakukba, és már is itt egy újabb botrány épp a napokban bukott ki Nagy-Britanniában, ugyanis szennyezett vérkészítmények és transzfúziók legalább 3000 halálesetet okoztak az 1970-es és 80-as évek óta, sok ezer ember lett fertőzött éjszál, hepatitis C-vel, B-vel, köztük gyerekek is, és mit mond az illetékes gyógyszeripari vállalat? Na mit? Hát azt nyilatkozza, hogy tudtak a kockázatról, de ennek ellenére piacra dobták. Mert hát miért nem? Megtehetik. Szóval gondolkozz el azon, hogy milyen más termék lehet még ebben a szituációban, megadom a leírásban. Szóval lehet örülni, hogy itt a bikini szezon, és a parti homokba is dughatjuk a fejünket, vagy fölényeskedő cinizmussal hányhatjuk a kéretlen kommenteket az ilyen fontos beszélgetések alá, mint amilyen ez is, sok ilyet kapok, de ettől még a problémák nem fognak megoldódni, és hiszed vagy sem, mindannyiunkat érintenek. Szóval hallgass meg dr. Szilák László molekuláris biológust, aki egy fontos figyelmeztetéssel érkezik hozzánk. És ha megnézted a felvételt, kérlek, ne felejtsd el továbbadni, megosztani, hidd el, hogy sokat számít, előre is köszönöm. A WHO-val az a helyzet, hogy hát pont most aktuális az aláírás, és volt is nem régen, a Mi Hazánk tartott egy szerintem sikeres tüntetést, egy globalista és anti-WHO tüntetést Budapesten, ahol több barátunk is, neked is, nekem is részt vett, és kaptunk belőle képeket. De a következő, amit meg kéne fontolni, nem mondtuk többször, de elmondom másféleképpen. Hát először is azon kéne változtatni, hogy be kéne vezetni a mindenféle gyógyszerek, de leginkább a vakcináknak a minőség ellenőrzését Magyarországon. Na most ez a jelenlegi szerződések és a WHO intézkedés stb. Miatt nem lehetséges. Ezt elmondjuk a hallgatóknak, hogy ez hogy néz ki, jó? Mert ezt nem mindenki tudja, hogy ez hogy néz ki. Ez úgy néz ki, hogy bejön egy vakcina, és általában a vakcinát az elsődleges forgalmazó minőség tanúsítványával vagy minőség biztosításával hozzák forgalomba. Igen, de itt kezdődik a probléma, hogy ki volt a gyártó, mert az elsődleges forgalomba hozó pedig a gyártóra támaszkodik. És ez egy nagyon szép rendszer, és talán még ha a kekszről, vagy a lisztről, vagy a nem tudom miről, a csokoriról van szó, az még működhet is, bár már ott is voltak tisztonságok, tudod, a goargumin fertőzött volt, és akkor Indiába kiderült. De hogy néz ki ez a gyakorlatban? Ez úgy néz ki, hogy azért kapaszkodja meg mindenki, az összes vakcinát, amit nálunk adtak, COVID vakcinákról beszélünk, az nagy valószínűséggel Kínában és vagy Indiában gyártották. Tehát ezt mi nem tudhatjuk. Na most az, hogy Pfizer, meg Moderna, meg akármi, ez megint egy jó kérdés, valószínűleg ez semmit nem jelent. Ez azt jelenti, hogy volt egy köztes forgalmazó, aki ezt behozta az adott országból, mondjuk Kínából, és ő rájutotta a pecsétet, és ő volt az első európai forgalomba hozatali cég, mondjuk ezt így. Nem tudom, hogy kéne mondani máshogy. Na most bocsánat, mit jelent az, hogy mi nem tudhatjuk? Mit? Mit jelent az, hogy mi nem tudhatjuk, hogy hol készült a vakcina? Hát mi nem tudhatjuk. Nem tudhatod. Nem tudhatod, mert nem. Ez üzleti titok. Csak azt tudhatod, hogy amit vissza lehet nyomozni, mondjuk nem akarok semmilyen, nem is mondjunk cégnevet. Van egy gyógyszergyár, aki behozza, ez lehet egy kamu is, lehet valódi is, Kínából. Nagy mennyiségben behozza. Na most ez majd továbbadja, vagy fölülpecsételik, vagy már eleve mondjuk a modernás felirattal
jön be. És ezt továbbadja a Modernának, ami majd továbbadja az adott országnak. Na most a probléma az ott kezdődik, hogy ezek a keleti, távol-keleti országok, főként Kína, de szerintem India a dettó, csak kevesbé ismerjük a rendszert, megkérdezik, hogy milyen papírt adjanak minőségi tanúsítványként az adott vakcinához. És akkor te, mint behozatali cég, vagy behozó cég, vagy exportáló cég, illetve importáló cég, azt mondod, hogy hát ezt meg ezt írják rá, ezt meg ezt írják alá, és akkor még el is küldheted ezt a tulajdonképpen te elküldöd nekik azt a papírt, amit majd el fognak fogadni tőled az európai piacon. Tehát egy, a kínainak tök mindegy, milyen papírt ír alá, és nyomtat ki, és küld neked. Te veszed ezt a papírt, mint elsődleges forgalomba hozó, mellékeled, amikor továbbadod akárkinek, ő majd mellékeli azt, amit te mellékeltél, és ez szépen így megy. És hogy mi van a vakcinában, senki nem tudja. És a legrosszabb, meg se nézheted. Megnézheted saját költségen, mi megtettük, és megmondhatod, hogy szerinted ez szennyezett, és stb., de ha nincs rá semmiféle indikáció, hogy ez mérgező és szennyező, akkor ez úgy kerül forgalomba, hogy bejött. Bocsánat, ha veszek egy kiló babot a boltban, igen. Fogyasztóvédelem gondoskodik róla normális esetben, hogy rajta legyen a származási ország, amellett a forgalmazónak még többnyire a telephelye is, és az elérhetőség. Hogyan van az, hogy belém nyomnak valamit, egy invazív eszköz, és most persze naív vagyok nyilván, de ezt tényleg nagyon sokan nem tudják, nem tudjuk, hogy honnan jött, hogy mi van benne, és tovább. Nem is fog azt kinyomozni, illetve nyilván nem kis munkával, utánajárással, hát úgynevezett lotszám, amit nem is tudom, hogy minek fordítunk, az a gyártás, amikor megmondja, hogy melyik országból, melyik napon, melyik adagból született ez a vakcina, akkor ki lehet nyomozni. Akkor ki lehet nyomozni. Ezt nagyjából megtették azért, mert tudták, hogy lelkes amatőrök, és tudták azt, hogy melyik az a COVID vakcina, amitől a legtöbben haltak. Vagy a legtöbb mellékhatást okozott. Na most, amikor megnézed ezeket, akkor úgy ledöbbensz, mert azért, hát egyrészt benne van a félperiódusos tábla, aminek nem kéne benne lenni. Tehát olyan elemeket kimutatsz, aminek felmerül a bárium. Mit keresett a bárium például? A bárium nem mondom, hogy annyira ritka film, de azért hogy elég ritka, hogy mondjuk egy vakcinába belekerüljön. De hát ilyenek is vannak benne. Mind a mellett meg fényforgácsokat láttunk, és különböző alakzatokat. Hát ezek úgy voltak. Na most, ez csak az első megjegyzésem. Tehát ha már a WHO-t bántjuk, és minden, akkor ez van is egy követelése a Skita mozgalomnak, hogy állítsák vissza a vakcinák és gyógyszerek minősége, a magyarországi minőség ellenőrzését. Egyébként van rá cég, tehát biztos van vezetője, biztos van alkalmazottja, nyilván van egy bejelentett iroda, ahol ez még működik is, gyakorlatban elérhetetlen, és nem tudták kinyomozni, hogy hol van. De van egy ilyen nevű cég, aki ezt csinálná, állami cég, de hogy mit csinál, azt nem tudjuk, mert hogy ezt nem, az biztos. Na most, hát ez csak úgy megjegyzés volt, nem ezt mondanám a legfontosabbnak a WHO ellen. A WHO ellen tulajdonképpen azt kellene megfontolnunk, hogy a COVID-járványal, amit most, hogyha valaki követi a szakirodalmat, akkor most már eljutottak addig a pontig is, hogy kijelentették Amerikába egy parlamenti vizsgálat során, hogy megkérdezték a legnagyobb pénzosztó, pályázatosztó szervezetet, NIH, National Institute of Health, vezetőjét, hogy valóban támogatták-e a COVID magának a COVID-nak, tehát a COVID-19 vírusnak a kifejlesztését, és bár ugyan a Fauci azt mondta, hogy de nem, akkor ezt mondta az NIH-es, hogy de igen. Tehát, de ezt is tudtuk, mi már mondtuk,
Évek óta lehet tudni, igen. Sőt. Lehetett tudni, hogy azért amerikai, illetve valószínűleg akár még a magyar államfizetők, de inkább az amerikai adófizetők pénzéből azért ez meg volt támogatva, és azt is lehet tudni, hogy körülbelül mikor vitték ki, és azt is lehet tudni, hogy Észak-Karolinába kezdték el az egészet kutatni, illetve átalakítani, és utána ez kikerült Kínába, Wuhanba, amit a franciák építettek föl. Tehát azért összejönnek a dolgok egymással. Na most lényeg az, hogy megrendült a bizalmunk, nekem legalábbis, gondolom a tiéd is, meg még sok minden másnak is, és pláne az oltás károsultak még inkább. A WHO-ban és az egész rendszerben, mert most ugye egy emberkísérletet hajtottak rajtunk végre. Ugye ennek nem tudom hány milliárd ember volt a alanya, ezt lehet tudni, ezt azért, illetve azt nem biztos, hogy lehet tudni, mert azt ugye tudni kéne, hogy hányszor oltottak, mert van itt már, aki 3-4-szer oltott. De lényeg az, hogy ha megrendül a bizalmam, akkor miért higgyek el nekik? Na most én csak ötleteket mondok. Azt tudni kell, hogy egy veszélyes vírussal való dolgozásnál általában a vírust ketté veszik a kutatók. Van egy része, amit beraknak, beinjektálnak, beépítenek egy adott sejtbe, és van egy másik része, amin dolgoznak, és különböző mutációkat hajtanak végre, és tanulmányozzák, hogy akkor most jobb, rosszabb, hogy alakul maga a vírus. És amikor arra kíváncsiak, hogy végeredményben milyen lesz a valódi vírus, akkor azt, amin ők dolgoztak, azt a másik felét, azt benyektálják a már beépített első felébe, és tudok, csodálja, kijön a valódi vírus. És akkor lehet nézni, hogy mit tudom én ezt, hogy teljesít, hogy rosszabbul jobban fertőz, nem fertőz, stb. És visszatérve még egyszer, tehát nem minden vírus kísérlet biológiai fegyver. Minden vírus kísérletnek látszó kísérlet, ez nem valóban biológiai fegyver, de lehet belőle csinálni, mert én csak mondom, talán ötlet, nem ötlet, másnak is biztos eszébe jutott, jön egy kör, beoltanak, talala, semmi bajom, jön egy második kör, beoltják, és meghal. Ja, mert hogy megkapta a másik félt a vírusnak. Tehát, és erre nincs mód a WHO felhatósága alatt ellenőrzni. Nem lehet. Tilos. Benne van, csak azt adhatod be, és csak úgy adhatod be, ami az ő előírásuk. Na most ez, amíg ez nincs kizárva, én szerintem azért elég egy hazárírozás, bármit is ezek után nekik elhinni. És volt még egy, amit mi ketten már egyszer átbeszéltünk, megbeszéltünk, részletesen megbeszéltünk, a prion kérdés. Tehát magába ebbe a COVID szekvenciába beépítettek egy prion-szerű szekvenciát. Na most még egyszer, a prion az egy olyan fehérje, ami úgy, ahogy van, semmit nem csinál, de abban a pillanatban, hogyha ugyanaz a fehérje egy másik, egy úgynevezett rossz konformációban, rossz térállásban, és ez stabil, a rossz térállás, bekerül, akkor a jó fehérjéket átforgatja rossz térállásúvá, rossz térszerkezetűvé. Ez meg azt eredményezi, hogy mindenféle betegségeket okoz, mert akkor a megváltozott térszerkezet miatt kicsapódik. Na most, ha valaki utána néz, ezt már megtették helyettünk, akkor azt tapasztalták, hatják, hogy bizony-bizony a prion-szerű megbetegedések és halálozások száma is emelkedőben van. Tehát ez ugyanez a játék, beoltanak, első kör, jó prion, nem csinál semmit. Második kör, elég papíron egy rossz molekula, de nyilván nem egyet fognak adni, hanem akár 5-10-et, de nem kell sok. És az összes konformációt, az összes jó alakút visszaforgatja, vagy átforgatja a rossz konformációra, és az pedig akkor okozza a megbetegedést, ami nem is feltétlen kell halálnak lenni, de attól függ, hogy hova jut be. Hát általában az agyban van az igazi prion,
és ott hát végülis nagy szenvedések után halál lesz egy éven belül körülbelül. Tehát még egyszer, a mi üzenetünk az, hogy így jelenlegi formában a WHO szerződés az elég rutin, maradjunk annyiba, hogyha még nem is azonnali öngyilkosság, de bármikor is lehet az. Azért van olyan fejlett már a biotechnológia, hogy ezt bármikor a jó dolgokat is az ellenkezőjére átfordítsa, és a teljes teljhatalmat azt mindenképpen tiltani kéne, amit például Szlovákia megtett, és rossz nyelvek szerint akár a Fico elővetése ennek is köszönhető. Ezt most nem tudjuk. Most csak ennyit akartam, mert utolsó utáni pillanatban, hogy legalább a magyarok figyelmét fölhívjuk, mert talán itt nálunk a legkisebb az ellenállás, de legalábbis a pártvezetés és országvezetés részéről, mert azért már például Anglia sem hajlandó aláírni a jelenlegi szövegét, ha én jól tudom, Szlovákia egyértelműen Ficolót megmondta, hogy ez soha, talán már a horvátok is azt mondták, hogy ezt nem. Igen, a kiskutya is azt mondja, szóval igen. Nem hajlandó aláírni, és nagyon helyes. Igen, tehát itt tényleg sok embernek a éberségére van szükség, úgyhogy jusson messzire ez a felvétel is, köszönjük szépen. Igen, menni kell sétálni. Úgy lehet. Köszönöm, Gergő. Köszönjük szépen, tanár. Minden jót. Minden jót.